Na, szárbusztok! Végre sikerült találni egy Slayer Family-s hőst, méghozzá talán a legjobbat, Sours-ot. Bemegyünk ezen a csapat ellen, és kíváncsi vagyok. Én már találkoztam néhány ilyennel, készült egy rövid videó is róla. Ugye családi bónuszként ők, amennyiben egy van belőle, 50%-kal nyomatja a stacket. Most az én tapasztalatom ez, hogy ez a 50% ez közelebb van a 100%-hoz, még akkor is, hogyha egy hősről van szó. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy azóta esetleg valami piszkálás történt-e az algoritmusokban. Egyébként megnéztem már róla, van fönt egy pár YouTube videó, Mr. Spocknak van egy jobbacska videója, egy ilyen csapat ellen, ahol ketten is vannak Slayers Family-ből nyomatja. Az tény is való, hogy tehát ő abszolút jelenleg a jelenlegi fellelhető hősökből az talán az egyik legjobb. Sikerült, még a lassúságára való tekintettel is. De teljesen egyedi, tehát ez a mínusz 54% defense down, védelemlevétel 54%-ban ez ütős. Tehát mind titára, mind védelemben, mind challenge eventeken abszolút top hős. Na, jó van. Van két piros is, úgyhogy három kékkel vagyok. Talán még jók is lehetünk, ami aggasztó itt, ez nyilván ez a szív kérdés, úgyhogy nem biztos, hogy megnyerjük, de nem baj, ha nem nyerjük meg, akkor megyünk három zászlóval is ellene, igazából a Slayers-es hőse vagyunk kíváncsiak. Ha pedig nem nyerjük meg, akkor meg esetleg ha megnyerjük, akkor örülhetünk esetleg annak, hogyha följebb kerülünk, hát ha ezzel összesorsolna a rendszer, mert itt aztán ez itt valóban a 100% a 100%, és meglátnánk itt élőben, hogy tulajdonképpen amennyiben három ilyen hős bent van a defben, akkor azok úgy mire képesek. Na, de most egyelőre itt tartottunk, hogy egyelőre még csak őt dobta be. Egyébként párat pörgetgettem már, ugye, próbáltam, hogy olyan hős tudja, vagy olyan ellenfelet játékos tudjak találni, akinek több ilyen Slayers-es hőse is van, de annyira még nem jellemző. Nem gondolom, hogy azért nem, mert nem jók ők védelemben, hanem talán azért, mert nem mindenki van azon a szinten, mint itt néhány játékos, hogy gyakorlatilag az event megjelenését követően egy óra múlva már volt maxolt Slayer-es hőset, úgyhogy ugye vagyunk egy jó páran, akik azért kapnak hősöket, de ilyen gyorsan fölhúzni azt nagyon kevesen tudják megengedni maguknak. Most már itt közben lement pár kör, és én meg pont a lényeget nem figyeltem. Ilyen hülye vagyok. De még csak kettesztekken van, úgyhogy az 50% az most itt most éppen bejött neki. Mintha úgy realizálódni látszanék. Egyébként Mr. Spocknak a videójában az volt az érdekes, hogy már minden hős meghalt, de a Slayer Family is hős még élt. Na nézzük, Loki-val lelopjuk a képességét. Rádobtuk a Death Down-t. És Loki pedig ellopott egy kettes stacket. Egy kettes stacket, meg egy egyes stacket.
Kíváncsi vagyok, ez hogy működhet. Hát megpróbáljuk nem kinyírni. Hát, ha még egyszer el tudnánk lopni. De jó lenne, ha lokit még egyszer be tudnánk tölteni. Hogy le tudnánk lopni. Ja, hát az meg, hogy szépen töltögeti vissza az életét folyamatosan, ez meg ez külön fantasztikus. Tehát előbb már majdnem meghalt, azon aggódtam, hogy csak meg ne halljon, és nézzétek meg, már visszament az élete. Na nézzük, hogy lokit most elsütjük rá. És valószínűleg ki is fogjuk nyerni, de arra vagyok kíváncsi, hogy Loki az előbb lelapott 2 mana stacket, meg 1 heal stacket, hogyha most elsütjük rá, akkor Lokinak mennyi stackje fog maradni? Aha. Tehát ez, és ugye saját magát nyilván nem tudja stackelni, tehát nem a családból való, viszont speciális képességi szerint lopja le. Marha jó. Tehát amikor Szavasz is elsütő a speciális képességét, akkor ugye kap 2 stacket a manára, meg 1 stacket a hírre, és ahányszor Lokival a speciális képesség le van lopva, ugyanúgy szedi le róla a stackeket, vagy rakja föl saját magára, tehát ugyanúgy, mint hogyha Szavasz a saját speciális képességét sütné el. Hát ezt így sikerült ledarálni. Hát, ha lenne egy kis szerencsénk. Nem akarja adni. Jézus, 4 bét. Dosost. Nézzük meg. Ej, de kár, hogy a gyémánt az nem jött oda be. Na, egy gyémánt, csak az a baj, nem a kék. A játékos közösség egy picikét aggódhatott az miatt, hogy voltak olyan zöngék, hogy itt a Morella majd olyan defek fognak jönni, hogy atya úristen és hű, és nem lesz élvezetes a raid. Na most, hogyha csempe van, akkor a raid is élvezetes. 1, 2, meg hogy ha van egy jó csapatod, vagy akár 2, vagy több is, akkor akik szívósak, akkor lehet azért rédezgetni. És itt van pont egy morál, de itt azért nem megyünk, mert nem éri meg nekünk, azért plusz 15 pontért 46-ot veszíthetünk. Még azért próbálok pergetni, hát ha jönne egy Slayers Family is ellenfél. Hát nem akarja. Na nézzünk egy ilyet. Ezt most csak kíváncsiságból már kérdezem. Ma volt, összegyűlt 430 darab coinom Season 4-re. És reggel kávé mellett pörgettem egy pár ezüst coint, jött egy 1 csillagos trúp, meg egy 2 csillagos trúp, amúgy előm azt a 4 coint. És nem hiszitek el, első pörgetésre azonnal bedobta a russzulát, második pörgetésre azt hiszem Berdem, vagy Grémem, mit tudom én, 3 csillagos, season 1-es,
harmadik pörgetése meg Hanna. Tehát nekem még eddig soha nem volt életemben ilyen, úgyhogy amikor a Facebookon látom, hogy felrakják, hogy ennyiből meg annyiből, akkor eddig én is néha úgy kételkedtem, mert tudom én azt, hogy mennyiket elpullolgat az ember, és aztán nincsen szerencséje. Hát most a hihetetlen megtörtént velem is, úgyhogy nem feltétlen vagyok szkeptikus, most már ilyen téren. Nézzük. Úgyhogy most itt erre a Hannára vagyok kíváncsi, hogy működik itt a védelemben. A következő lila ötcsillagos hős az Greenből lett volna számomra. A duklapaknak a rédjeit mindig szoktam nézni, és nekem nagyon tetszik, amit a Greenblum művel. Föl is ment 370-re. Most jöttek meg a tabardok is. Úgyhogy közbe jött egy kis színjáték, mert a Slayers-ből a három csillagosok azok beestek, és akkor jaj, csak bírjátok ki. Jaj. Azok beestek a Slayers-ből a három csillagosok, ott ugye van az a lila is, és akkor a lilát elkezdtem húzni, én csak színre szintetetek. Így azzal ütködtem, bajlódtam, nem emeltem fel Grimble-t. Hát lehet, hogy jól tettem, hogy nem emeltem fel Grimble-t, mert milyen ez a játék. Erre kaptam egy Hannát, és én Elizabeth-et szerettem volna nagyon-nagyon-nagyon. Nem adta Elizabeth-et sem a játék, vagy az Season 4 bejövetelekkor, annak a kezdetén. Aztán azóta egyszer már volt featured, ugye kiemelt karakter, akkor is kicsikét rászumoltam, pullultam, akkor sem adta be. És akkor közben azért jött egy Hanna is, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy ő is milyen szimpatikus, milyen jó lenne. Igazából engem ez a findes dolog, ami úgy nagyon motivált ebbe, mert ez nagyon unik, tehát nagyon egyediek ezek még így egyelőre. De Elizabeth-en kívül most már az összes findes hősöm megvan. Ha lehet ezt mondani, hogy összes, mert ugye a Slayers-ből van a négy csillagos, ő beesett, meg most beesett Hanna, úgyhogy el lettem látva findekkel. Úgyhogy most úgy picit úgy elégedett is vagyok. Pont jókor gondolta úgy a játék, hogy akkor most már kicsit megjutalmaz, mert kezdtem ugye elanyátlanodni, mert nem nagyon jöttek a célok. Amit akartam, úgy megcsinálgattam mindent, felhúztam mindent, igazából kimaxoltam a lehetőségeimet, amik így a hős és trúp bázisból és nyársabb forrásokból adottak voltak és korlátozottak, és akkor most jött el pont ez a pillanat, hogy nem nagyon láttam célt, most lett cél, mert most akkor van mit húzni. De ott van Drusztulán is, ugye ezért erősen gondolkozok, hogy csak föl kéne húzni. Ötcsillagos, very fast hős. Akkor miért álljon ott, ha már van? De Miki az meg ott van szegényként 6 per, vagy 3 per 70-en mindjárt. A teleszkópom az meg 5 darab. Úgyhogy még a Russulát nem tudom, de tehát Miki az nekem nagyon fontos a titánokhoz, meg a gyorsvarra is tök jó lenne, úgyhogy szerintem Miki előnyt fog élvezni. Csak az egyedisége miatt nem fogom Russulára most rádobni a teleszkópokat. De ahogy láttátok, azért Hanna elég durván sokáig bírta, úgyhogy lehet, hogy védőcsapatban azért ott lesz a helye. Már csak azért is így nézegettem itt a top 10-et, top 20-at, és van benne egy pár Hanna. Úgyhogy valószínűleg azért ő úgy meg fogja kapni.
ott a bardokat Grimble helyett. Hát teszünk még egy próbát, nem indul fényesen, szerintem ez egy rövidebb menet lesz. Akkor a Getzer elsül, nekem az ellen, amikor bejött, akkor rohadtul nem volt szimpatikus, tehát egy nagyon gagyi karakternek tartottam, az miatt, hogy random, ugye. És ezzel a keveréssel, ugye méletileg egy valakire üt, és akkor a plusz a nearby, tehát a mellette lévő, kéne, hogy csapjon, de ezzel a kavarásával valamikor úgy kavarja saját magának, hogy kidobja szélre, és csak kettőt üt, és ez elég sűrű, viszont azért így mostanában elég sűrűn találkozok vele védőcsapatokban, akár a varban is, és azért egy picit úgy kezdek tőle tartani, mert amikor ő azért úgy elsül, annak mind, az úgy mindig fáj. Tehát, hogy az úgy... Most épp nem nagy mindent kellett már neki prezentálni, mert itt nem nagyon volt mit, de tehát azért nagyon, nagyon csúnyát oda csap. Na jó, ezt a csapatot nem erőltetjük. Próbálunk valami másikat keresni. 49 pontért mondjuk ezt. Vissza kéne jönni oda 2900 környékére, hogy bízva-bízván kapnánk egy, nem is figyeltem, de valószínűleg Fridának meg a mana töltődését megfogta. Ki itt a szó? Hát Krampus, ugye Sorcerer. A Sorcerer osztály 50%-kal belassítja ugye a mana töltődését az ellenfélnek, mint tudjuk. És elméletileg itten Loki az, aki lassabban tölt be ebbe a csapatba a kékek közül. Még oda hiányzik egy 17-es trúp. Van a trúp. Ellenben az történt ugye itt az előbb, hogy Krampus meg Loki töltött be, Frida meg nem. Micsoda a mérkőzések? A tábla az úr. Fellow generator. Na jó, ezt muszáj megpróbálni még egyszer, mert ez azért az ilyen... az ilyeneket pedig azért szoktuk darálgatni. A csempenek ugye nehéz. És a csempe az van, csak én választottam a rossz színű csapatot. Biztos. Fuck yeah. Na, még egyszer. A harmadjára szokta adni. Na. Ej. Krampusra játszik. És az lesz, hogy pont mire betöltenék, majd Krampus szépen el fog sülni. Hmm.
Csak néhány darab csempe szükséges hozzá, és mindjárt más a játék képe, ugye? Nem kell itt megijedni Moreltől, meg Fricktől, meg úgy nagyon senkitől se. Nyilván azért realitásokat nagyjából szem előtt kell tartani. De ha van egy kis csempe, akkor nincs verhetetlen csapat. Na, meddig estünk vissza? Gyerünk! Gyerünk top 3-ba! Adj már Slayer-st! Nem adsz Slayer-est. Kent vagy Quint? Sorsolt be, légy szíves. Ez a C-ka dilem még mindig nagyon, nagyon ütős, de így amióta megvan Loki, azóta szeretek bemenni ellene, mert szeretem a saját képességét ellene fordítani. Sok szarból kihúzott már. Úgyhogy amennyiben én támadok, akkor nem fűzök nagy jelentőséget ahhoz, így Loki jelent. Egyes, elég sok hőseim nincsenek meg. A védő csapataimat azért nagyban tudnám erősíteni, hogyha meg lennének nekem is ezek a hősök, de ezekből a unik hősökből nincs meg egy se. Tehát nincs Freya, nincs Bera, nincs Almur, nincs Frigg, nincs Kobalt, nincs Garnet, nincs senki. Nincs Odin. A jelenlegi védőcsapatom, ez arra elég, hogy azért olyan 2600 alá nem szoktak nagyon visszaverni. Toxicandra ellen nem megyünk be. Sziffelen csak akkor megyünk, ha muszáj. Nem akarja. Jó, újsárnyi ellen is szeretek menni Lokival, mert az ő szkijét, ha lelopom, rádobom Fridát, vagy fordítva, mikor, hogy sikerül, hát az megint díjbolás. De jó kis 1200 attakos kobalt. Kíváncsi vagyok, szerintem itt fog megállítani megint. Nem enged tovább. Nem is lett volna célom, hogy ott villogjak fönt, csak azért szerettem volna följebb kerülni, hogy összesorsoljon Slayers-essel, hogy meg tudjuk együtt nézni, ki tudjuk őket próbálni, hogy milyenek ők védelembe. De nem akar odáig fölengedni. Ej, ej, ej.
Ajajaj, ez baj. Az Elizabeth is elég szépet tud ám karmolni. És akkor még ott vannak a pók. Így lehet könnyebb lesz. Így azért könnyebb volt. Ez már talán meg lesz innen. Közben láda betelt, megcsekkoljuk. Átlagos, semmi, nagyon. És akkor gyerünk tovább a Slayers-re. Miért nem akarod beadni? Add már be! Itt már legalább van egy cirkuszos. Itt meg már majdnem. 3 darab S4. Nya, itt egy katá. Nézzük az attribútumait. 570 damage, 859-re, az nem szar. És akkor mellette még iszony tankos. 911 power, és még a barbájból még a véreztetés. Ott ki dobja. Jó. Nézzük. Amikor egy ilyen állás van kezdésre, ezt szoktam túlagyalni. Ötven százalék eddig, közben figyelem azért Slayer bónuszt. Most az 50% kicsit följavult. Most még jobban javult. Na nézzük. Azt! Az komoly. Ez most komoly. Hogy mindenféle buff, minden nélkül, egy másodtal. Gyerekek, atya, úristen. Na nem áll. Na nem áll. Ez így azért kicsit durva. Ez durva. Most nem mondod, hogy le van sotoltál. Ez durva volt. Krampusról mindjárt lemegy a buff, a taunt, úgyhogy most már rohadtul jó lenne, hogyha a csempe is lenne, mert ez így nem jó. Már mindjárt annyit fogtak, hogy a csempe se visz.
meg ne egyék a minyonok. Ne egyenek már meg a minyonok, de még betöltött még. Jaj, Odin is. Ó, itt a vége. Jó, baj, jaj, 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 jaj. Ezt megnézzük még egyszer, van még egy zászlónk. Ej. Szerencsére van egy cleansing, közben Katát megpróbáljuk levakítani, ne van sotoljon már le. Igazából szeretném lecsenni róla Lokival a speckóját. Lokinak 1045, 1082. Elméletileg Lokival, meg még hogyha ezt rárakom, Lokival most agyon fogom ütni én Katalt. Így van, 1567-re. Mindjárt elverjük azt az 570%-ot. Az úgy nem hiszem, hogy meg fog maradni. És nézd már, kibírta. Hihetetlen. Hihetetlen. Jó, tehát akkor ennyit Katáról, meg a Slayers-ekről, tankosságot is, ha figyelembe vesszük. Tehát láthattátok, hogy ő az én támadó Bruce Lee, hogy hívják, bocsánat, Drake-emet egy csapással kiütötte, és pedig ő nem kart felé lett húzva, hanem szív és pajzs. Pont ezért, mert nagyon alacsonyak voltak az attribútumai, és úgy gondoltam, hogy inkább üssön kisebbet, mert hasznosabb az ő vakítása. Szóval egy full 20-as talentes maxolt pajzs és szív felé maxolt Drake-et Kata együttéssel leütött. Még én ugyanúgy Lokival lelopva róla a képességét, 1500 majd 1600-as adtak értékkel, nem bírtam együttéssel lecsapni, úgyhogy plusz védelem nem volt rajta, és nem is volt az élete fullon. Még az én Drake-em teljesen fullon volt. Tehát, hogy... Úristen, a jók ezek a Slayers-ek. És azért na, elég gyorsan betöltődnek ők. Tehát kapnak csempét, az arcukba bele, akkor azért szépen töltögetnek. Ja, jó van. Ládát szerintem, ha még el tudná skippelni 20 gyémántért, de most ebből így délutánra ennyi. 13. hely. Ezt úgy utálom, hogy nem frissít rá. Ki kell lépni a játékból, újra belépni a játékba, és akkor fogja lefrissíteni az aktuális pozíciót. És meg így se. Nem is értem. Vagy azért nem, mert közben már megtámadtak, nem tudom. Jó lett volna ezt a Quint megcsípni. Vagy a Kent. De hova lett közben a Ken? Csak ellapoztam, itt van valahol. Ja, itt van. Most már fölverte. Ja, aktív. Ezt a Kent. Kent meg a Quint jó lett volna megcsípni. Majd toljunk még egyet. Nézzük ezt a morálest. Engedj már följebb.
Azért akarom, hogy Slayers-szel tudjunk küzdeni. Légy szíves. Ez érik a flea. Ebből már sok minden nem lesz megint. És nem azért nincs belőle semmi, mert itt van Morel meg Frigg, hanem azért nem, mert olyan a tábla. Amikor meg amolyan, akkor meg ennyi. Meg nekem van egy olyan gondolatom azért, hogy valaki elkölt egy vagyonpénzt, olyan hősei vannak, hogy itt anyázik folyamatosan fönt a